Nagyon várják már a bátaszéki óvodában az április 19-i nyitást. Ezt Simon Csabáné, az intézmény vezetője mondta stábunknak. Elárulta, hogy eddig is biztosították a gyermekfelügyeletet, de úgy nyilatkozott, idézem, az a jó, ha tele van az óvoda. Bár sok szülő várja már a nyitást, akadnak olyanok, akik nem merik még óvodába vinni gyermekeiket. Körülbelül olyan 70-80%-a fog visszajönni a gyerekeknek. Vannak szülők, akik visszatartják, megbeszéltük, egy-két hetet kértek még, és utána majd újra beszéljük, de természetesen ez a szülő döntése, van mód arra, hogy otthon maradjon. Néhány szülő érkezett tananyagért a Tolnai Vosinszky-Mór általános iskolába. Az alsó tagozatokban megkezdődik a jelenléti oktatás április 19-én. A kormány egyébként jelentős engedményeket tett, ugyanis mind a pedagógus, mind a szülő dönthet úgy, hogy otthon marad, vagy otthon tartja gyermekét. A tanárok többsége tanítani fog a Tolnai általános iskolákban. Egy-két tanítóról tud az intézmény vezető, akik fontolgatják az otthonmaradást. És eddig mindössze két szülő kérte hivatalos úton a kontaktoktatás aloli felmentését. Az itt tanító pedagógusok 70-75%-a megkapta legalább az első oltását. Van egyéb rendkívüli ok, ami miatt a szülőknek lehetőségük van arra, hogy igazolják gyermekük hiányzását. Ezt egy hozzám beadott kérelemben kérhetik, írás beadott kérelemben kérhetik, és ezek alapján ők mentesülnek a mindennapos iskolába járás alól. Gerzsei Péter, a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója azt mondja, az iskolák felkészülten, biztonságosan várják, hogy az alsó tagozatosok megérkezzenek az oktatási intézményekbe. Mindenhol rendelkezésre állnak a lázméréshez, a fertőtlenítéshez szükséges eszközök és fertőtlenítőszerek. Hát az elmúlt több mint egy hónapban ugye az iskolák üresek voltak, de a karbantartó kollégák, takarítók dolgoztak, elvégezték a szükséges karbantartási munkákat, megtörtént az épületek tavaszi nagy takarítása, teljes fertőtlenítése. Bár az alsó tagozatos diákok visszaülhetnek az iskolapadba, a felső tagozatok és a középiskolák május 10-ig nem nyithatnak ki, és a szóbeli érettségik is elmaradnak.